Felhívjuk a kedves nézők figyelmét, hogy a videóban egy elvetemült középiskolás tanuló irodalomóra keretein belül készített művét láthatják. Az átdolgozás Arany János Toldi estéje című elbeszélő költeménye alapján látott napvilágot. Reméljük, annak idején még nem volt copyright. Őszi pusztaságban áll a híres vitéz. Totászottyat már az arca, ahogy kinéz. Lapátjával dögönyözi keményen a földet. Sírtás önmagának. Könnyet nem csöpögtet. Jön a fegyvernöke, drága öreg Bence. Lehet, hogy a töltött káposzta az ő kedvence. Vigasztalja urát. Nem vagy te még öreg? Erős vagy, mert tejet iszol. Van ott izomköteg? De a vitéz komor. Nem kell ő senkinek. Már a jófej Lajos király sem mentheti meg. Amióta szabadúszó, nem csinál már semmit. Egész nap csak áldogál, és vakarja a seggit. Ekkor aztán hirtelen patazaj hallatszik. Toldi int Bencének, most jön meg az abszint. Viszont nem futár jött, hanem egy küldött, aki az egész országon keresztül jött. Üzenetet hoztam, szólalt meg a Muki. Budán van egy olasz, aki nem túl cuki. Le kéne őt győzni, nincs már legénységünk. Uram, Toldi, te vagy a mi reménységünk. Nem is kellett már több az idős bajnoknak. Utálom, ha légiósok ennyire pattognak. Elmegyek hát hozzá. Kiverem a fogát. Emellett megplasztikázom kicsit azt a pofát. Másnap reggel indultak is messzi Budára. Ott már nagyban zajlott a csata totára. Két testvérpár harcolt. Rambó sztájlban nyomták. Nőért ment a csata. Mindketten ezt mondták. Az olasz erős volt. Kiütötte őket. A tesók szinkronban nyalták fel a földet. Van-e új kihívó? Senki meg sem ukkant, mikor hirtelen egy csuklyás alak felbukkant. Sokan kacagtak, mert rozsdás volt a kardja, a rejtélyes csávót viszont ez nem zavarja. Oda megy harcolni, az olaszt elveri, csuklyáját leveszi, és arcát felfedi. Dickes Toldi! Kiáltott a király. Gyere el a várba, adok egy kis piát. Oly régen láttalak, azt hittem már nem élsz, s koporsóban tested eszi giviszta meg penész. Elment hát a hősünk a nagy palotába, ám ekkor csúnya ének jutott füle odvába. Kis gyökér apródok gúnyolták ki őtet, izomogyú Toldi ezért kiütötte őket. A király dühös lett, Toldi hazament. Hogy lehetett hősünk ilyen agyament? Elfogató parancs lépett hát érvénybe. Ha lett volna, mutatták volna a tévében. Toldi olyan körözött lett, mint a kenyér, csak azért, mert elsült a gyilkos tenyér. Nem volt nehéz megtalálni. Otthon volt az ágyban. Így nézett ki hősünk, végső órájában. Megjött a király, beszélt a vitézzel. Király uram, ne haragudj, kérlek mindent nézzel. Szeretném, ha országunkban békesség lenne, ingyen pia, ingyen kaja, a tészta meg benne. Áldott hűséges segítőmet hát te rád bízom, vigyázz rá, mostanában elég sokat hízott. Kérlek, mindig bánj elég tapintatosan vele. Fejezte be mondandóját, majd eldőlt a feje. Könnyebb gurul végig a hű Bence arcán, odakint csendben hallgat kakas és fácán. A hűvös szobán retkes szellő süvít végig. Vidámabb lett volna, ha kibírja még ebédig. Meghalt. A királyban lelki ismeret. Ekkor aztán Toldi felegyenesedett. Ha! Gyík vagy, bevetted! Mondta nevetve. Gyere ide, Lajos, borulj a keblemre. Mindenki megörült, happy end a vége. Hatalmas partit csaptak a megyében. Betemették a sírt, nem kell még meghalni. Drága Magyarország, kezdjünk hát vedelni.